definíció szerint az otthoni orvostechnika az orvos vagy fizikoterapeuta jelenléte nélküli a beteg általi használatra tervezett diagnosztikus vagy terápiás eszközt jelent. Úgy tűnik, hogy ebből a definícióból nem teljesen érthető, hogy miről is van szó. Ugyanis hazánkban az orvosok nagy része idegenkedik ezektől az eszközöktől, és nem is alkalmazza a gyógyításban. Emiatt aztán a betegek sokasága is bizalmatlan, és olyan tünetektől szenved, amelyektől otthon önmaga is könnyedén és minden kockázat nélkül megszabadulhatna. Nézzük először, hogy mire találták ki az otthoni orvostechnikai eszközöket. Nagyon sok úgynevezett krónikus betegség van. Ezek tartósan, hónapokon, akár éveken át fennálló panaszokat okoznak. A fájdalmak, a gyulladás, a duzzanat, a mozgáskorlátozottság akadályozza a beteg életét. Ezekre az állapotokra leggyakrabban nincs oki terápia. Így az orvos felír néhány tüneti szert, időről időre beutal fizikoterápiás kezelésre, masszázsra, gyógyfürdőbe. A műtét még nem jöhet szóba, mert a betegséged még nem jutott el abba a stádiumba, amikor már csak ez az egyetlen megoldás. A szokásos kezelések mellett nem marad más számodra, mint a betegséggel és a panaszaival való együttélés. Ezek azonban folyamatosan kínoznak, nem engednek dolgozni, így lassan elveszíted a munkád, és vele a megélhetésed, elszegényedsz, és magadra vagy utalva. E betegségek, e krónikus betegségek többségében nem csak a gyógyszerekre és az időnkénti kórházi befektetésre és helyrepofozásra lenne szükség, hanem rendszeres, mindennapi kezelésre. Persze nincs akkor a kórházi rendelői kapacitás, ami lehetővé tenni, hogy mindenki, mondjuk a nyiroködéma kezelése érdekében az év minden napján beutazzon a rendelőbe a 15-20-30 perces kezelésért, kivárja a sorát és a kezelés után hazabomlizol. Ez egyébként is lehetetlenné tenni a beteg normális életét. Nyugaton már réges-régen rájöttek, hogy az ilyen tartós betegségek esetén nem a beteget kell rendelőbe rángatni, hanem meg kell tanítani, hogyan kezelheti magát, és ehhez megfelelő kezelőeszközt is adni neki. Ezek lennének az otthoni orvostechnikai eszközök. A krónikus betegség orvosi kezelésének egy új lehetőségét biztosítják. Arra valók, hogy az orvos irányítása mellett, de te magad kezeld a panaszaid. Ráadásul úgy, hogy ehhez nem kell állandóan a rendelőkbe szaladgálni. Általános tanácsom, hogy ne kezdj önkényes kezelésbe kivizsgálás nélkül. Amíg nem derült ki, hogy mi okozza a panaszod, nem tudhatod azt sem, hogy mi lesz a megfelelő eszköz a kezelésére. Így akár árthatsz is magadnak. A kezelő orvosodnak kellene javaslatot tenni arra, hogy az adott állapotra melyik eszköz vagy eszközök nyújtanak segítséget, és melyek lehetnek ellenjavaltak. Az orvosnak kellene segíteni abban is, hogy hogyan kell alkalmaznod a legjobb eredmény érdekében. Foglaljuk össze az eddigieket. Az orvos számára az otthoni orvostechnikai eszköz egy új kezelési módot, lehetőséget biztosít, amely kiegészíti, segíti, hatékonyabbá teszi a gyógyszeres és az intézeti kezeléseket. Akár a műtét elkerülését is biztosíthatja. Persze nem létezik minden kezelő és mindenre hatásos készülék, és nincs olyan sem, amelynek egyetlen használata megszünteti a hónapok, évek alatt kialakult és tartósan kínzó állapotot. A legtöbb esetben a hetekig tartó rendszeres alkalmazáshoz eredményt. Készüléket az orvosod és terapeutád útmutatása alapján vásárolj. Krónikus betegségben szenvedsz, akkor az otthoni orvostechnikai eszköz szükségtelenné teszi, hogy ismételten a rendelőbe rohangálj. Nem kell kiretőzni a munkából, az otthonod kényelmében és nyugalmában a kezeléseket egészen a gyógyulásodig folytathatod. Persze a kezelés hatását
időről időre kontrollvizsgálatokkal kell ellenőrizni, felmérni. Ami fontos azért is, mert időnként a terápia módosítására is szükség lehet. Hát, ezeket kellene tudni az orvosnak és a betegnek az otthoni orvostechnikai eszközökről. Blogomban évek óta írok ebben a témakörben. Elmondom, hogy melyik mire való, milyen módon hat, hogyan kell alkalmazni. Ha érdekel, akkor kövess a Facebookon, és iratkozz fel a YouTube csatornámra is.